A Becsei röplabdázói másodjára is győzelmet arattak hazai pályán. A két héttel ezelőtti Ribnica 2 csapata felett aratott 3-2-es győzelem után a múlt csütörtökön 3-0-ra legyőzték Futak csapatát is. Szettenként 25-23, 25-23 és 25-16. A mostani győzelemmel és az újabb 3 ponttal az óbecseiek a 8. helyre ugrottak a tabellán. Elmondhatom, hogy ezen a mérkőzésen sokkal jobbak, biztosabbak, és ami a legfontosabb, keményebbek voltak a szerváink, mint az előzőkön. Sokkal könnyebb úgy játszani, ha nincs annyi középtámadás, és lényegében bátrak voltunk a támadásban is. Ez eredményezte a győzelmet. A kicsit jobb csapatok ellen szükség van arra, hogy stabilizáljuk a fogadást, valamint kemény és komoly szervákra van szükség. Gratulálok az ellenfél csapatnak és a saját csapatomnak is. A következő a szezon ezen részének utolsó fordulójában a Becsei csapata Loznicába utazik, ahol az azonos nevű csapattal mérkőznek meg, akik mindössze 1 ponttal a tabella utolsó helyén állnak. Az edzővel is megbeszéltük, hogy bármennyire is utolsó helyen állnak, nekünk kellő komolysággal kell hozzáállnunk ehhez a meccshez is. Ők ugyanis egy tapasztalt csapat, tudnak játszani. Nekünk pedig komolyságra van szükségünk, és úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz. Emlékeztetőül elmondjuk még, hogy a Becsei egy meccsel kevesebbet játszott le, ugyanis az első fordulót Koszovszka Mitrovica ellen elhalasztották. Ez a mérkőzés a szezon második részében lesz megtartva, amennyiben a Becsei mindkét déli tartomány csapatát legyőzi, alaposan összekuszálja több csapat számításait a tabella éléért folytatott küzdelemben.